Ilyen festmények után az ember legszívesebben nem mondana semmit se, csak csendben lenne. Ez maga a művészet is sokszor külső improvizációra csendben történik. De azért mégis meg kell szólalnunk, és valahogy a bennünk lévő csendet meg kell jeleníteni, és el kell mondani, mesélni kell róla mindenkinek. Ez az, amire az emberi beszédet kitalálták. Igazából van Indiában egy olyan beszéd, ez a védikus beszéd, a szanszkrit, szanszkritam, közben a Shiva táncát bemutatom, aminél, hogyha szeretnénk, a hangok által be lehet mutatni a teljes csendet, a végtelent, a nyugalmat. Közben egy trikonászant is bemutatok, ez egy háromszög tartás, ami a rekeszizmunkat oldalsó irányban nyújtja. Rekeszizom lenti és oldalsó nyújtásával a tüdőnk kapacitása növekszik, a gerincát mozgatásával, izületek kilazításával a test tökéletesen működik. Hatha joga csupán erről szól. A légzés tökéletesedése és a test hajlékony eltétele. Amikor jogát gyakorlunk, eleinte az a kis huncut berendezés, ami a fejünkbe be lett építve, az elménk, a gondolataink csaponganak össze-vissza. Munka és család, testi egészség, anyagi dolgok. És az ember azt veszi észre, hogy miközben a jogát befejezte, ezek a csapongó gondolatok lecsendesedtek. Az ember csak leül, kényelmesen, és hogyha akarja és ismeri a védikus rezgéseket, a csendet és a lecsendesedést elősegítő hullámokat meg tudja jeleníteni egy szanszkrit sántival. A sánti lecsendesedést jelent. Ezt Indiában azok a banditok, akik ezzel foglalkoznak, hogy a beszéd révén elevenítik fel a természeti törvényt, ők mielőtt a recitációjukat, a védikus himnuszoknak a recitációt elkezdik, előtt egy sántit csinálnak. Ez a sánti magyarul így hangzik. Legyünk együtt, fejlődjünk, növekedjünk együtt, sugározzuk az igazságot, sugározzuk az élet fényét. Sose ítéljünk el senkit, sose foglalkozzunk negatívummal. Béke, béke, béke. Lehetne ennél többet kívánni? Talán nem. És ez szanszkritül, ez így hangzik. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Savirjan karvavahai Tejasvi naraditamat Kumavitvitavahai Om Shanti Shanti Shanti. Ez a csend. És ez a kívánság Indiában minden nap ezrek, százezrek, milliók ajkán elhangzik, és utána élik az emberek az életüket. Ugye itt van a közelünkben a templom, az atyák itt is imádkoznak, kívánják a csendet, mi pedig hétköznapi emberek próbáljuk megtartani a csendünket. A jóga a testnek a csendjét alakítja ki. Ha ez a test csendben van, ha ez a test jó, könnyen emészthető növényi táplálékkal van feltöltve, kevesebbet kiabál a fejünk, csendben van, lecsendesedik. Ez a lecsendesedés az élet élvezetét növeli meg. Azt mondják, hogy akik a jógát gyakorolják, és a jógát rendszeresen, hosszú időn át, kitartóan, lelkesedéssel és megszakítás nélkül gyakorolják, azoknak a testében, elméjében a jóga állapota stabilizálódik. Tehát ma jógáztam, és egészen a holnapi jógáig megmarad ez a csend. Aki először jogázik, jó, ha 5-10 percig megmarad, és utána ez már eltűnik. És azt hiszem, hogy akkor most átadom megint az úrnak a festést, hogy köszönöm megint minden figyelmet.